Szerdán a fővárosi törvényszéken folytatódott V.V. Fanni gyilkossági ügye. Sor került az ügy vádlottja B. László és a meggyilkolt valóságsó szereplő legjobb barátnője B. Erika szembesítésére. B. László nem ismerte be bűnösségét a keddi előkészítő ülésen. Őt azzal vádolja az ügyészség, hogy 2017. novemberében meggyilkolta a V.V. Fanniként ismert Novozánszky Fannit, majd a kifosztott nő holttestét a Dunába dobta. A 35 éves B. Lászlóval szemben a fővárosi főügyészség életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Egy a hét elején nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a nőt gyilkosa talán mégsem a Dunába dobta, hanem sósavval öntötte le és így semmisítette meg maradványait. B. László siófoki nyaralójában találtak 25 liter sósavat, és azt feltételezik, azzal tüntette el a lányt. B. Erika a könnyek között azt mondta a bíróságon. Az volt barátnője nagy álma, hogy abba hagyja a prostitúciót, és Amerikában új életet kezd. Már repülőjegyet is nézett. A tárgyalás pénteken folytatódik. És akkor a stúdióban Lihi József, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, ügyvéd úr, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem először beszélgettünk erről a bűncselekményről, és valószínűleg sajnálatos módon nem utoljára. Ma is lesz tárgyalás? Igen, 9 órától kezdjük a illetve folytatjuk a tegnap előtt elkezdettet. Tehát ami szerdán megtörtént, igen. Ugye most azt folytatják. Érdekes volt most olvasni a sajtóban, jól értelmezzük mi, hogy tulajdonképpen most B. Erikát akarja a gyanúsított, a vádlót megvádolni azzal, hogy neki volt inkább köze V.V. Fanni eltüntetéséhez? Igen. Jól értettem. Tulajdonképpen a vádlottnak a védekezése arra irányul, hogy ő azt mondja, hogy ő semmi más nem csinált, mint elvitte a Fannit A-ból B-be, nem meghalva, csak úgy ájultan. És hát a Erika, aki a Fanninak az egyik legjobb barátnője volt, tulajdonképpen az Erika szervezte össze az egészet. Ez a védekezés lényege. Na most, azon a végzetes estén viszont, ugye, hogyha én jól követtem, vagy jól követtük nyomon ugye az eseményeket, akkor a lakásban ott tartózkodott, ugye, a B. Erika? Nem. Nem tartózkodott? Ezt mondja a vádlott. Jó, hogy ez csak a vádlott állítja, ez... az, hogy ő ott tartózkodott, amúgy ő egészen máshol volt. A város másik végén másik volt. Másik végén volt. Hiszen ugye a telefonos cella információktól kezdve a beszélgetései, meg hát ugye le lehet azért követni egy Budapest jellegű városban ugye a kamerák által is ugye a személy mozgását, az Erika pont az ellenkező irányba volt, mint a Fanninak a lakás. Nagyon kuszának tűnnek a szálak. Sőt, mondhatnám azt, ügyvéd úr, hogy talán egyre kuszábbnak tűnik, hogyha jól értelmezzük, akkor tulajdonképpen a vádlott megpróbálja most az egész gyilkosságot, bűncselekményt más emberre tolni, vagy hárítani. Ön szerint ennek az ügynek, ami most már több mint 3 éve zajlik, ahol a család beleroppant abba, hogy a saját lányukat elvesztették, és nem találják meg, sőt, ugye még az igazságot sem tudják tulajdonképpen felderítve mindenki számára elmondani, megnyugtató módon, hogyan végződhetne? Tudom, hogy furcsán hangzik, de mégiscsak pozitívan. Hát ugye, ami a nagy hiány, és most csak a igazságszolgáltatási eljárás szempontjából mondom, mert hát ugye nyilván a Fanni szüleinek a lány holtteste a nagy hiány, de ami a nagy hiány, az valóban tényleg a holttest, meg a halott vizsgálat, ami ugye minden emberölési ügyben meg szokott történni, igen, megállapítván, hogy mikor, hogyan, miképpen, és mi volt a haláloka, meg hát, hogy egyáltalán meghalt az az illető, hát ez itt nincs. De hogyha jól értjük, hogyha amíg nincs meg a holttest, addig nem is lehet egyértelmű jogerős ítéletet hozni ebben az ügyben? Hát jogerős ítéletet lehet hozni, hiszen ezt az ügyet el fogják dönteni. Ebben van egy vád, és most már az, a vád fölött ugye a bíróságnak ítélkeznie kell, vagy döntenie kell. Az nyilvánvaló, hogy kinek nehezen elképzelhető az, hogy lehet-e így, hogy mondjam, meggyőződésnek megfelelő döntést hozni. Attól függetlenül is, hogy különben a vád írtóra jól össze van rakva. Tehát nagyon sok közvetett és néhány közvetlen bizonyítéknak a nagyon logikus, tehát tényleg épész alapon levezethető és hiánymentes láncolata a vád. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy furcsán hangzik, de látatlanba is lehet azt
gondolni, hogy ez a vád, ez egyébként helytálló. És a Fanni sajnos nincs életben. Viszont a tényadat, ami ugye bűnügyi eljárásban tényből tényre lehet következtetni. A tény, amiből aztán a tényekre tovább következtet a bíróság, az a tény természetszerűleg ugye hiányzik, hogy a lány meghalt, hogy halt meg, mikor halt meg, és miképpen. Tehát, hogyha jól értjük, akkor el lehet ítélni Bélászlót esetleg jogerősen, de nem úgy, mintha megtalálták volna a holttestet, és ez egyértelmű bizonyítást nyerne, hogy hogyan halt meg, milyen körülmények között, és ezt összefüggésbe lehetne hozni azzal egyértelműen, vagy bizonyítani, hogy ezt Bélászló követte el a bűncselekményt, ugye? Hát tulajdonképpen azon a, úgy hívják ezt, hogy formál logika, vagy formális logika, tehát azért bizonyos bizonyíték hiányosságokat tényleg az eljárási rend alapján és arra odafigyelve ki lehet tölteni formális logikával, emberi logikával. Itt sok minden, sokkal többet ki kell tudni tölteni, tehát el lehet ítélni ezt az embert. Nincs arról szó, hogy nem, mert ha nem lehetne, akkor nyilván az ügyészség sem emelt volna vádat, vagy nem így emelt volna vádat. De az, hogy ennek a jogerős ítélete, jogerős döntése mi lesz, ez számomra is nagy talány. Mármint, hogy súlyos, vagy kevésbé súlyos, erről igen. beszélünk. Hát vagy nagyon súlyos lehet, vagy szinte semmi. Években mérve ez, hogy a nagyon súlyos? Hát ugye itt minősített emberülésről van szó, tehát nyereségvágyból elkövetett emberülésről, és az nyilvánvalóan 10-től 20 vagy életfogyt. Na most ugye miután a vádlott nem volt túlságosan közel a 18. életévéhez, tehát nem fiatal felnőtt volt, hanem már 30-valahány éves ugye a cselekmény elkövetésekor. Ő rá, ha ez így ebbe a formába bizonyíthatóvá válik, nagy valószínűséggel életfogytig tartó szabadságvesztés is van. Azt árulja el nekünk, ügyvéd úr, miközben egy gyilkosság a legszörnyűbb dolog, amit elkövethet valaki, de hogy B.B. Fanni miért vált áldozattá, annak fényében kérdezem ezt, hogy ezen a tárgyaláson most az is szóba került a barátnő részéről, hogy tulajdonképpen ő pont meg akarta változtatni az életét, pont szakítani akart a korábbi életével, vagy életvitelével, ugye B.B. Fanni? Yeah. Új életet akart kezdeni, tisztán akarta folytatni az életét, majd megjelenik aznap este a lakásán B. László, és utána ugye már a kamerák, az ipari kamerák felvételi már csak azt mutatják, hogy egy élettelennek tűnő testet, B.B. Fanni testét viszi magával a férfi. Igen. A pénz miatt. Pénz miatt. Igen. Tehát így jön be ez a nyereségvágyból elkövetett igen. Megtakarított pénze volt a Fanninak. Ki is vette az előző héten az OTP-ből, és otthon tárolta. Meg is találták egyébként ezt a pénzt, hogy borítékba a nyomozók, és nagyjából 5 millió forint körül összegről beszélünk egyébként, tehát most kinek-kinek nagyságrendileg ez hova tartozik. Ez volt a cél. Ez volt a cél, miután Fanni nem adta ezt a pénzt. Így nyilvánvalóan ott ismeretlen körülmények között emiatt egy konfliktus keletkezett ugye a két személy között, ami hát idáig eszkalálódott. Az érdekesség az egyébként benne, hogy a pénz ott maradt. Tehát kereste ugyan. Ezt a nyomozó hatóság. Meg igen, keresték, hogy ott volt a pulóver alatt a szekrénybe. Kereste ugyan a vádlott, a vád szerint, mert ugye még a konyha szekrény tetejére is felnyúlkált, tehát ott vannak a porba a új lenyomatai. De gondolom, hogy a cselekmény miatt úgy hívják ezt, hogy csőlátást kap valaki, tehát magyarul már ugye inkább a menekülésre gondol, mint sem a pénzkeresés, nem találta meg nem a helyét. Meg. Tehát akkor ma folytatódik a tárgyalás? Igen. Barátnő B. Erika meghallgatásával. Hát igen, majd akkor találkozni fogunk itt a stúdióban. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.